két tűzoltó fecskendővel és egy vízszállító autóval siettek a tűzoltók szerda este Székesfehérvár és Sárszentmihály határába, ahol egy kétszintes családi ház alsó szintje gyulladt ki. A lángokat a Balatoni útról is látni lehetett. Egy nagyjából 15 négyzetméteres szobában csaptak fel a lángok, melyek átterjedtek a szomszédos helyiségbe is. A ház tulajdonosa a kertben dolgozott akkor, amikor a bejárati ajtón kiáradó füstre lett figyelmes. A tűzoltók légzőkészülékben dolgoztak, és sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok a felső szintre is átterjedjenek. A tüzet már a Balatoni útról látni lehetett, az Úrhidai úton pedig gomolygott a füst. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók légzőkészülékben hatoltak be az épületbe, követően vízsugárral oltották el az egyik teljes terjedelmében égő szobát, majd az utómunkálatok során az átízott részeket, a megégett bútorokat kéziszerszámokkal úgymond megkapacsolták, és ezt követően a mélyebben izzó részeket vízzel eloltották. Botka Ferenc szerint a kályhából pattanhatott ki egy szikra, ami a mellette lévő ágyat azonnal lángra lobbantotta. A férfi megpróbálta egy pokróccal, majd egy porraloltóval eloltani a tüzet, de nem sikerült neki, így azonnal hívta a tűzoltókat. Miközben a férfi a tűz eloltásán dolgozott, megpörkölődött a haja a forróságban. Megégett a lángra, mint elakartam otthon a plédet, ráadottam a tűzre. Rádobtam a plédet, de annyira belángoltam, míg magam felé rántottam, kilántottam a szobából, azt akkor égett meg egy kicsit a fülem, hát én nem tudom, milyen a hajam. Az egyenruhások végül megfékezték a lángokat, és senkinek sem esett komoly baja.